Októberben országszerte megemlékezéseket és ünnepségeket tartanak Kródy Gyula születésnapjára emlékezve. A nyíregyházi Kródy Gyula gimnáziumban már hagyomány, hogy ünnepi műsorral készülnek a névadó tiszteletére, hiszen az intézmény kiemelt figyelmet fordít az író emlékezetének megőrzésére. Az iskola szellemisége azért kapcsolódik nagyon erősen Kródyhoz, mert hogy a diák közösség számára olyan példaképet mutathatunk, akinek sokszínű változatos élete, a kalandossága bőven megelőzte a korát, és ugyanazokat a fajta attitűdöket birtokolta Kródy, a hatalmas munkabírásával, kitartásával, azzal, hogy egy Jókaihoz mérhető életművet hagyott maga után, ami példaként szolgál a diákok számára, hogy igenis, az eredményes, sikeres munkához a küzdelmet azt vállalni kell. Krisz Gyula, az iskola igazgatója azt is elmondta, a diákok minden évben izgatottan várják a Kródy napot, maximálisan nyitottak. A saját egyéniségüket idézik meg azon szövegek által, amelyek hozzájuk közel állnak. Az idei ünnepélyes megemlékezés megkoronázásaként szülői felajánlásból Kerekes Elek nyíregyházi művész Kródy Gyulát ábrázoló festményét vehette át az intézmény. Kerekes Elek ezt a festményt már egy korábbi sorozat részeként alkotta. Mivel elég sokat találkozom vele, műterembe járok, és ezt a kép ott hevert, mondom, ennek a képnek nem itt a helye, mondom, ennek más lenne a helye. Erre mondta, hogy hát ez már el van adva. Egy másik kollégám vette meg, egy szegedi kollégám vette meg, akit felhívtam, hogy mi lenne, ha lemondana róla, és hozzánk kerülne, és hogy a iskolába szerettük volna ezt elhelyezni, mert szerintem itt a legméltóbb helye ennek a képnek. Kródy az örök vagány, így jellemzi a festőművész és az adományozó az író alakját Kerekes Elek festményén. Reményeik szerint a nyíregyházi gimnázium diákjai számára inspirációt ad majd az alkotás.